Megkezdték a karácsonyi beigli próbasütéseit a karcagi pékségekben. Ettől a héttől már kapható lesz ugyanis az egyik kedvenc karácsonyi sütemény. Tulajdonképpen a beiglinek ez a lényege, hogy ugyanannyi töltelék van benne, mint amennyi a tészta. A mákos és a diós beigli még mindig a legnagyobb kedvenc. A legtöbb helyen ebben a két ízben készítik el. Ilyenkor mindig kiszoktuk próbálni, hogy egész évben nem sütünk beiglit, az egy kifejezetten karácsonyi sütemény, viszont november közepén már általában hozzáfogunk, hogy kipróbáljuk, ugyanazzal a recepttel dolgozunk, tehát túl nagy különbség nincs meg, nem csak mégis szokja az ember, hogy gyorsabban és hatékonyabban menjen majd. Meg ilyenkor már kóstoltatjuk a vevőkkel, megkóstolják, és akkor eldöntik, hogy karácsonykor melyik termékből szeretnének rendelni. Tartósítószer nincs benne, sok cukor van benne, és hogy megfelelő tárolással azért 2 hétig eláll. Én nem ajánlom azért, hogy már karácsonyra vegyék meg. Ezt még inkább újdonságként szokták ilyenkor megvenni. Idén viszont valamivel drágább lesz a diós, egy kártevő ugyanis sok helyen tönkretette a termést. Így kevesebb van a dióból, emiatt drágább is. Drágább lett a dió is, drágább a tejtermék, mi vajjal sütjük, és az jelentősen megemelkedett a vajnak az ára. Most emelték a lisztnek az árát, minden. A dió drágulása ellenére a kerekcipó pékségben szintiszta dióból készül a sütemény. Hát a dió akkor természetesen csak friss, idei dió, mert azért a tavalyi már avasodott, úgyhogy azért csak idei diót lehet használni. Lehetőleg egészséges szemek legyenek, ez a lényeg, és hát meg is kell kóstolni, közben mindig kóstolgatjuk, hogy tényleg nagyon jó minőségű legyen. Idén viszont drágul, de a minőség az a pékségtől megszokott színvonalon várható el. Ez tényleg kézműves termék, ezt annyira megfontoltan és nyugodtan, kényelmesen készítjük. Itt nincs norma, nincs semmi, nem kell hajtani vele. Itt amit meg kell adni a tésztának, mindent megadunk. A próbasütést megkezdték. Amikor elkészítjük, akkor először tojás sárgájával kell lekenni, és annak rá kell száradni a tésztára. Akkor, amikor rászárad a tésztára, azután tojás fehérjével kenjük le, és ettől lesz tulajdonképpen márványos a teteje, hogy amikor betesszük a kemencébe, és egy kígyóbőrös, hogy amikor betesszük a kemencébe, akkor egy kicsit megreped rajta a máz, és ettől lesz ilyen szép márványos kígyóbőrös. A most kisült beiglit a karcagi Kátai Gábor kórház részére ajánlották fel.